Amellett, hogy egyetemi docens, tanár, professzor asszony és hatalmas tudományos munka köthető a nevéhez, amért mégis nagyon-nagyon szeretjük őt, az, hogy rendkívül közvetlen a stílusa, és nagyon emberi módon, nagyon sok szeretettel tud hozzánk szólni olyan témákról, amik a hétköznapi, mindennapi életünket érintik, a család, párkapcsolat, barátság. És ő ebben, ennek lett a mestere, mint pszichoterapeuta, szakpszichológus. És amiről most fog előadást tartani, azt három fontos szóban foglalta össze, a hit, remény és szeretet pszichológiája. Ez az ő előadásának a címe. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel Bagdi Emőkét a színpadon. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és szívből örülök, hogy ilyen sokan vagyunk itt, akik érdeklődünk a kulcskérdések iránt, mik az emberi életnek a leginkább fenntartó, megtartó pillérei, mik ezek, hit, remény és szeretet. Sokan vannak közülünk, akik ismerik ezt akár, mint bibliai üzenetet is, de természetesen nekünk Pál apostol korintusi levelének 13. részében leírt nagyon fontos gondolatait úgy kell magunkhoz vennünk, hogy ha nem a Biblia szólna erről, ott csak megfogalmazódik, mert három dolog van, a hit, remény és szeretet, de mindhárom közül legnagyobb a szeretet, ugye így szól a 13. vers, de ha mi ezt nem is vennénk így, mert esetleg vagy ateista valaki, vagy egy másik rendszerem van, szíve joga, hogy úgy foglaljon állást az alapvető kérdésekről, ahogyan akar, de akkor is, ez mindenképpen helytálló az emberi életben, hogy ez a három dolog megtartó pillér, erről szeretnék most beszélni. Természetesen a pszichológiának olyan üzeneteivel, amelyekért felelősséget tudok vállalni, amelyek elolvashatók sok helyütt magyar nyelven is, szívesen meg is adom azokat a forrásmunkákat, ahol érdemes utána olvasni, hogy ennek a három témának a tudományos háttere milyen hatalmas. Egy történettel szeretném kezdeni, és a hit felé veszünk először irányt, a hit felé, amely egy olyan emberi képesség, amelyet ismét mindenkit tisztelettel kérek, válasszuk le a vallási hitrendszerhez tartozástól, a vallásosságról. Azért válasszuk le egy pillanatra csak, hogy úgy szemléljük meg, hogy bennünk emberi lényekben adott. Mindnyájan képesek vagyunk arra, azt mondja a filozófia, mi emberek teleológikus lények vagyunk, jövőre irányuló lények vagyunk. Vagyis nem csak determinizmus, meghatározottság érvényesül, hanem egy olyan célokság is, hogy tudunk előre gondolkodni, tervezni, bízunk a jövőben, jövőképet építünk, és az a képesség, amelyet így működtetünk, maga az a hit minden emberben. És hogy az, hogy jövőre élsz-e, vagy hogy jövőre találkozunk-e ugyanitt, hát ki tudja ezt pontosan, de ugye mindnyájan reménykedünk, ugye úgy véljük, és azt reméljük, és az a te hited is, meg az enyém is, hogy fogunk találkozni. Na most abban a pillanatban, ahogyan a tudományos bizonyíthatóságnak elhagyjuk a határát, mert te se tudod, én se tudom. Minden olyan, ami a jövőre irányuló, amit tervezünk, ami olyan, amit nem tudsz sziklaszilárdan már most bizonyítékokon alapuló módon igazolni, az mind a hit tartományába tartozik. És ez a képesség, hogy az ember így valami olyan potenciál birtokában van, ami mint megtartó erő, hát tudsz jövőt tervezni, tudsz előre látni, azaz, hogy remélem, hogy tudsz, hisz a depressziós embert az egészségestől többek között például azt különbözteti meg, hogy az egészséges ember előre gondolkodik, tervez, álmokat sző, elképzeli, hogy mi lesz. Milyen jó, hogy ezek az elképzelések úgy vezetnek minket, mint az iránytű. És követjük a saját álmainkat, céljainkat, terveinket, elképzeléseinket. Na a történet, amivel kezdeni szeretnék most, annyira döbbenetes, és maga a tudomány is úgy állt meg előtte rácsodálkozva, hogy egy egészen különleges kutatási irányt indított el. A második világháborúban a szalernói partraszálláskor hát óriási csata volt, és rengetegen megsérültek. És akkor ugye sebészorvosok ott álltak, operálták a betegeket, és nem merte megmondani az egyik műtősnő, hogy sajnos nem tudta kiszolgálni úgy a sebészorvosokat, hogy legyen fájdalomcsillapító, mert elfogyott. De nem merte megmondani. De ez csak később derült ki. Szóval adott aqua destillátát, desztillált vizet,
adta a sebészorvosoknak, és azok úgy adták be, hogy akkor szóltak a betegeiknek, most adom be a fájdalomcsillapítót, 10 perc múlva hatni fog, 20 perc múlva már tudom operálni, legyen nyugodt, és így tovább. Vagyis azt sugalták, de ők is azt hitték, teljes meggyőződése, hogy ők fájdalomcsillapítót adnak be. És úgy gondolják el, hogy lezajlott a csata, megoperálták a betegeket, már minden el volt látva, mikor rémülettől félájultan bevallotta a műtősnő, hogy bizony ő akvadeszillátát adott fájdalomcsillapító helyett. Úgy gondolják el, és úgy gondoljátok el, hogy olyan módon hitt mindenki a műtősnőn kívül abban, hogy minden szabályosan történik. Hogy ezért, amikor az orvos beadta, úgy hitte, úgy vélte. Ez volt a meggyőződése. Amikor megkapta a beteg, úgy vélte, tehát az orvosa azt mondta, beadta, akkor hatni fog. És érezte is a hatását. Na most erre azt mondhatjátok, mi is szugerálta, vagy mi történt itt. De egy hatalmas erő van, amely úgy működik az éntől a te felé, és kölcsönösen, hogy mi bizalommal vagyunk egymás iránt. És mi tudunk hinni abban, hogy amit a másik mond, akkor az úgy érvényes. És az emberi kapcsolatoknak rájöttek egy olyan hatalmas erejére, amit aztán, ugye ezt az egészet, hogy hát valójában nem igazi fájdalomcsillapítószer volt, hanem egy ál, ezt elnevezték placebónak, a placebo tetszeni fogsz nekem, azt jelenti latinul, és hát ahogy van placebo, úgy van nocebo is, vagyis hogy nem fogsz nekem tetszeni. Most csak úgy példaként mondom, hogyha például azt mondja egy orvos, hogy nézze, ne menjen el pszichológushoz, ezek hülyeségek. A pszichológus nem tud semmit csinálni, itt vannak a gyógyszerek, igen, ezek a hatékonyak. Ez egy nocebo. Ez egy ártalom, amivel elveszi a betegnek azt a hitét, amivel egyébként ő bőségesen dolgozik. És nem orvos ellenes, amit mondok, nehogy már valaki azt mondja, jaj, itt micsoda a gyógyszerek, meg orvos ellen beszél valaki. Én az igazságot mondom, hogyha te azt mondod, mint orvos vagy a te szakmádban, meggyőződéssel, mert ez a te hited, te bízol benne, meg vagy győződve arról, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy te mondod. És mondod a másiknak, ezzel átadsz egy olyan erőt, amit a másik a bizalommal van irántad, elfogadja. És ennek olyan óriási nagy, ezért is mondtam, hogy hála Istennek ennek a bizonyító szakirodalma olyan, hogy nem meri senki kétségbe vonni, mert van nekünk egy Freund Tamás nevű csodálatos agykutatónk, aki azt kimutatta, hogy az emberi kapcsolatokból, így a placebo effektusban is, hogy én azt mondom neked, hogy te, ez a szer, ez nagyon-nagyon hatékony, és te bízz ebben, mert ez már ki van próbálva, és ez nagyon-nagyon hatékony, és te irántam bizalommal vagy, és én is a legtisztább lelkiismerettel mondom, szeretet hatja át, amit mondok, és te ezt elfogadod. Egy olyan kapcsolati híd, érzelmi híd keletkezik kettőnk között, amire a te agyad is, de ráadásul az én agyam is, kannabinoidokat kezd termelni, az agysejtjeid olyan anyagokat termelnek, amelyek fájdalomcsillapítók, antidepresszánsok, depresszióellenesek, kedélyjavítók, erre a mi szervezetünk, emberi szervezetünk képes. És így például örömhormon termelésre, emberi kapcsolatból eredő hatásokra örömhormon termelés indulhat, de én erről már korábban ugye minden évben megtartom az előadást itt a Napfényes Fesztiválon, ismertek, tudjátok, hogy így van. És azért is tartom meg, mert annyira szeretem, hogy elhozhatom a pszichológiának azokat az üzeneteit, amik olyan nagyon nehezen jutnak el hozzánk. És hogyha meggondoljuk azt, hogy már erről beszéltem itt nektek, érintéspszichológia, emlékeztek, hogy a csodában van az, hogy megsimogatod a másikat, és hozzáérsz, és kölcsönösen az érintés hatására olyan folyamatok indulnak, hogy a te testednek az örömhormon termelő sejtjei elkezdenek örömhormonokat termelni. Hogy micsoda csodálatos ez, ami köztünk, emberi lények között, abból következik, hogy mi szükségszerűen egymásra utalt, egymás nélkül élni nem tudó lények vagyunk. A placebo effektusra visszatérnék, mert óriási volt a szenzáció, 1955-ben, tehát majdnem 10 év múlva kezdték el ezt az úgynevezett placebo effektust kutatni. Nagyon jelentős dologról van szó. Adva van egy gyógyszer.
Hát a gyógyszernek van egy átadója, az az orvos személye, vagy az, aki jogosult a gyógyszer átadására. Most gondoljuk csak el, milyen kontextusban, hogyan kapja meg a beteg a gyógyszert? Muszáj megtudni a tudománynak, ez a tudományos alázat. Mennyi abban a vegyi anyagban a hatóanyag? Mennyi? Hány százalékáért felelős a hatásnak, és hány százalékért felelős az, hogy ki adja át, és hogy adja át, és mit mond, és milyen módon biztat meg téged, vagy mondja azt, hogy na hát ezt be ne vegye már, nem is használ, nem is ér semmit. Ez a nocebo, ugye? Ha meg azt mondja, hogy nézzel, meg vagyok róla győződve, hogy nagyon hatékony, sok betegemnél nagyon segített már. Jó szívvel ajánlom magának, kérem, tartsa be a úgynevezett utasításokat, tehát a kérést, hogy hogyan szedje. Úgy gondoljátok el, nagyon elégedetlenek az orvosok a beteg úgynevezett engedelmességével, mert azt tapasztalták, hogy hiába is adják a gyógyszert, valahogyan nem hajlandó az a beteg. Miért csinálja ezt? Hát a saját bőrére megy, a saját egészségéről van szó, miért nem hajlandó beszedni? És erre mondom azt, hogy úgy nevezik, hogy a orvos-beteg kapcsolati engedelmesség, hogy mennyire tud megfelelni az utasításoknak a beteg, ráépül nagyon-nagyon sok ágú kutatás, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy mégis jobb legyen a hatásfok, és bevegye a gyógyszert, és felelősnek érezze a beteg a saját gyógyulásáért magát. És minden út oda vezet, hogy kiderül, hogy ez a kapcsolati tényező, ez az emberi kapcsolati tényező, az olyan óriási jelentőségű, de minden segítő foglalkozásban, mindegyikben, a pszichológiában is óriási. Ott meg még nagyobb a jelentősége abból a szempontból, hogy ott még csak ilyen gyógyszeradási helyzetről sincs szó, és tudjátok, a magyar ég alatt jogilag nem megengedett, hogy a pszichológus gyógyszert adjon, és ugyanakkor lelki gyógyításokat folytat. Pánikbetegség és hasonlók, szorongásos zavarok, rengeteg minden, aminek a gyógyításához mi hozzá megtanultuk és értünk hozzá. Na most ott tartok, hogy azt szeretném, hogy világosan érzékeljétek, hogy mi ez az emberi hatalom, az a hit, az a meggyőződés, hogy én bizalmat adok neked, és ezért én, ha te azt mondod, mert te vagy a szakember, és én elfogadom, hogy te vagy a szakember, ha te azt mondod, hogy ez így vagy úgy van, akkor én azt úgy veszem fel, hogy az elmémbe úgy teszem be, hogy ennek így kell teljesülnie. Ez az, amit a gyógyszer biológiai és kémiai hatásán kívüli, úgynevezett placebo effektusnak nevezhetünk. És akkor most felelősséget vállalok ismét azért, amit mondok nektek, hogy például az antidepresszánsok 55%-a, 55 placebo effektus. Vagyis tisztelettel kérek mindenkit, aki netán arra szorul rá, hogy gyógyszer szedjen, hogy eszméljen, hogy az a hit, amit ő hozzátesz, hogy ez nekem segít, ez engem meggyógyít, és az, ahogyan az orvos is meggyőzi őt arról, hogy segíteni fog, ez olyan óriási erő, add már hozzá, hát több mint felét te adod hozzá ahhoz a hatáshoz, hogy meggyógyulsz. De hiszen csodálatos gyógyulásokról mi tudunk, és szeretném elmondani, van egy kedvenc könyvem Bernie Siegelnek, egy olyan szeretett gyógyítás csodák ez a könyv címe, és a lényegében arról szól, hogy az emberi hit milyen szerepet játszik abban, hogy ami majd jön, ami történik, arra rátesszük magunkat. Ez így fog történni. Hiszek benne, meg vagyok győződve róla. És ilyen csodálatos gyógyulások történetét írja le ez a Bernie Siegel, aki egyébként onkológus, sebészorvos. Leírja például Louise-nak az esetét, aki egy olyan beteg volt, akinél egy nagyon súlyos állapot volt már, mondták, nagyon rövid ideje van hátra. És azt mondja ez a csodálatos Bernie Siegel, vigyázzunk, nehogy ugye fehér köpenyes Istennek gondolja magát valaki orvos, hogy ő tudja, élethalál ura, senki, ő se, én se, te se, senki ezen a kerekföldön, mint ember, nem gyakorol hatalmat az élet fölött. Tehát mikor azt mondják, vége, már nincs segítség, az a reménytelességnek a kártékony üzenete, mert ezt mondja Bernie Siegel, nézd, mindig van, utolsó pillanatig mindig van reménység, és addig, amíg egyetlen eset van olyan, amelyik ellent mond a rossz jóslatnak, addig bizonyíték van arra, hogy van esély a reménységre. És ezért is mindjárt rátérünk arra, és belátjuk, hogy a hit képességéhez, magához hozzátartozik az a reménység is, hogy minden nap újra és újra tudok reménykedni és bízni abban, hogy a dolgok úgy fognak történni, ahogy én vágyom rá, ahogyan szeretném, ahogyan akarom, hogy megtörténjenek.
Na hát ez a Louise úgy megkapta azt a üzenetet, hogy bizony nagyon megvannak a napjai számlálva. És akkor azt mondta, hogy nem, doktor úr, én hazamegyek és meggyógyulok. Mert én a gyerekemnek mindenképpen szeretném megérni az esküvőjét, unokájának az esküvőjét. És erre hát azt mondta az orvos, hát asszonyom, magáé a döntés. Valóban így van, tudjátok, tehetjük, hazamegyünk, tehetjük. És akkor az volt a legcsodálatosabb, hogy minden ünnepen és évfordulón a haza távozásának az évfordulóján küldte az orvosnak az üzenetet, még élek és üdvözlettel, Louise. És elérkezett az a bizonyos nap, amikor megtörtént ez, amiért ő élni akart, hogy ezt ő meg akarja érni mindenképpen. Megtörtént, majd utána rövid időn belül meghalt. De addig nem. És akkor az a kérdésem, hogy vagy te az életeddel? Akarsz élni? Az élni akarás ott van minden sejtedben, elmédben, lelkedben, szívedben? Áthat téged teljesen az, hogy élni akarok, és van-e életterved? Mert mi a te életterved? És ezek nagyon döntő dolgok. De egy másik esetet is elmondok önöknek, Bruno Klopfer írta le, és bekerült a világ hírű ilyen csodálatos gyógyulásoknak a történetében, rengeteg ilyen van egyébként, hogy egy nagyon jómódú üzletember egy olyan súlyos szarkómát, limfoszarkómát kapott, amikor is közölték vele, hogy hát a tudásunk mai szintjén nem nagyon van erre megfelelő gyógyszer. Hát reméljük, hogy lesz, de hát önnek most nagyon súlyos az állapota. Most nagyon jómódú volt az illető, és mondta, mindent próbáljunk meg. És akkor fedezték fel a krebiozen nevű szert. Ez akkor éppen novum volt a gyógyászatban, az onkológiában. És akkor mondták, itt van a krebiozen, ez vadonatúj, ezt most fejezték be a klinikai ellenőrzési kísérleteket, és biztosan hatni fog. Beadták a krebiozen. 4 nap alatt, hát olvassátok el a szereteti történetet, nagyon jó pofán van leírva, 4 nap alatt eltűntek a tünetek, olyan állapotba került, amit nem is az orvosok ámultak, bámultak, nem értették. Mi történt? Teljesen jól lett. Hát a krebiozen, őt meggyógyítja a krebiozen. Hazament, és ugye hát egy olvasó ember, és volt is ideje, és örült az életnek, és olvasgatta a szakirodalmat, hogy a krebiozennel kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak. És akkor hát olvasta, hogy bizony a klinikai ellenőrző próbák, tehát mikor már szabad embernél alkalmazni, az is egy hosszú dolog, míg oda eljut a kísérleti tudomány, és hogy utána pedig, hogy milyenek a beválások. És olvasta, hogy hát nem annyira fényesek az eredmények. Hát ő bizony visszaesett. Ment vissza a kórházba, mondta, én rosszul érzem magam, én nem érzem magam jól. Kezdett újra betegség tünete lenni, és sajnos elég elhatalmasodó, és elég ijesztő. És akkor maguk az orvosok gondoltak arra, hát itt nézzétek, ez egy nagyon kegyes cselekedet volt. Mert hiszen már tudták az orvosok, hogy az akkori tudás szintjén valóban nem volt olyan hatékony szer, más valami, de azt mondták a betegnek, most kapták meg a krebiozennek egy ellenőrzött és javított új változatát, ami annyira hatékony, hogy a kismiska a régi. Tehát, hogy ez nagyon fog hatni. Erre ugye megkapta az újabb, módosított, tökéletes, nagy hatású krebiozen, ismét rendkívül hamar jól lett. Mondta, jól van, megmenekültem, ez az én gyógyszerem. Hazament, és ő nagyon jól megvolt otthon, míg nem, egy betegtársától kapott olyan üzenetet, hogy vigyázz, mert úgy tudom, hogy akit elkezdtek krebiozennel kezelni néhányan, megint visszaestek, és nem jól vannak. És ez a kétségbeesés, követik ezt a lelki rugót, ami történik, hogy a hit, amelyik kap egy akkora pofont, hogy mégse úgy van, mint az, ahogy ő véli. Szóval visszakerült, és aztán sajnos már nem tudták megmenteni. De olyan módon híres történet, mondom, hogy Bruno Klopfer írta le, és bekerült azon kísérleteknek a sorába, amik ilyen a világhírű pszichológiai kísérleteket, vagy tapasztalatokat, vagy ilyen eseményeket általában így rögzítik. Hát elképesztő, ha belegondolunk, de nem csodálkoztok rajta bizonyára, mert csak a szűk környezetemben is tudok példákat, és biztos ti is tudtok példákat, hogy valaki eltökéli, hogy ő pedig meggyógyul. Hogy így vagy úgy valami történni fog. Hát ez nem csak gyógyulással kapcsolatos, hanem eltökéli, és akkor hisz abban, ennek így kell történnie.
és legyen neked a te hited szerint, mert tényleg ez az az erő, aminek hatására beindulnak ezek a bizonyos kannabinoidok, amelyek ilyen módon erősítenek, vitalitás generátorokról is beszélhetünk, életerő serkentők. A test az úgy kapja meg az üzenetet, hogy szinte úgy képzeljétek el, minthogyha a parancsnok leüzenne, hogy tessék, olyan harcképesnek lenni, tessék ezt úgy, működjél test, hogy azt ezt meg kell valósítani. Bizonyára ismeritek ezt a szlogent, minden a fejben dől el. Ismeritek? Akkor hogy lehet az, hogy a hit, mikor beteszed a fejedbe, elmédbe, hogy valami így kell, hogy történjen. Meg fogok gyógyulni, el fogom érni, meg tudom valósítani, tűzön vizen át, ráadom energiáimat, megcsinálom. Mit csinál velünk ez a meggyőződés? Szeretném elmondani, hogy mert ugye ez is akkor a fejedben dől el, ott te eldöntötted, hogy mi lesz. A bizonyító kísérletet ti magatok ma este otthon megcsinálhatjátok. Egy angol filozófus, Bacon, már társasági ilyen játéknak vagy szórakoztatásnak ajánlotta azt a kísérletet, önkísérlet, amit megcsinálhatunk, hogy a gondolat valóban hatalmat gyakorol-e a test fölött. Szóval valamire gondolsz, de erősen. Az a pláne a dologban, hogy erőteljes energiákat adsz egy gondolatra, hogy visszatérőleg gondozod, dajkálod az adott gondolatot. Ugyanúgy, mint meg fogok gyógyulni, én meg fogok gyógyulni, és tudom, hogy meggyógyulok, és ezt azt el fogom érni. Na, körülbelül így. Szóval egy gyűrűt fölfűzöl egy szérnára, és egy órát így leteszel, és a számlapja fölé lengeted az ingát úgy, hogy letámasztod a könyöködet, és megkéred az ellenőrző partneredet, hogy legyen szes, fogja le a karod. De szorosan, nehogy már csaljál, nehogy megmozdítsd a karod. 30 másodpercet várunk, és ezt követően látod, egy arra a számra gondolsz, bűvölöd. Szóval, hogy ott van a figyelmed, az akaratod, a szándékod, a fejedben az a gondolat. És mi történik? Kileng az inga? Hogy csinálod? Micsoda trükk ez? Tényleg? Hát mi az, ami csinálja benned, ha az izmaid le vannak szorítva? És csak a múlt században sikerült ezt úgy, mikor az elektromiográfot, az izom elektromos tevékenység vizsgálót felfedezték, tudták követni az elektromos tevékenységet az izmokban, és kiderült az, hogy nem csak azok az izmok kapják az impulzust a fejt, az elmétől, gondolatban, ugye küldöd az impulzust, oda koncentrálsz, ami mozgatja a karodat, hát nem csak ezek, hanem vannak pici, vékony kis izomrostocskák, kicsikék, azok is mind megkapják az utasítást, persze, azok nincsenek lefogva, nem tudod lefogni. A nagy izmokat le tudod rögzíteni, hogy nem működjenek, de a picikéket nem tudod. És erre ezek a kis izomrostocskák mikroinnerváció, úgy nevezük, mikro az a pici innerváció, a beidegzést, meg mozgat, tehát a parancs átvétele, és ezek az elektromos impulzusok úgy hatnak a picike izomrostokra, hogy lám, mégis megtörténik, hogy kimozdul az elgondolt szám irányába az inga. Vagyis a gondolat, a szándék képzetesedik, azaz, hogy a te belső képi világodból úgy megy le a testi folyamatokhoz, mint a parancs. Vagyis, hogy azt is kimondhatjuk, hogy sok esetben a test szolga, és az elmédből a parancsokat átvéve teljesíti azt, amit te nagyon szeretnél elérni, nagyon akarsz elérni. Szóval a hithegyeket mozgat, meg szoktuk mondani, a te hited megtart téged, eredjél békével, a te hited megtart téged. Néhányunknak ez mond valamit, ez az üzenet. Akárhogy is vagy te, még egyszer szeretném mondani, hogy te hogy gondolkodsz életről, halálról, eredetről, bármiről, nem tudod megcáfolni, hogy van egy olyan képességed, amely túlmutat a tudományosan bizonyíthatón, mert minden pillanatban a te szándékaidat nem tudod hogyan ellenőrizni, mi lesz veled 10 év múlva. Van-e jövőképed? Tudod, hogy mi lesz veled 10 év múlva? Tudjátok, hogy milyen kísérleti bizonyítékok vannak arra, hogy azok az emberek, akik el tudják képzelni a jövőjüket, mondjuk csinálnak egy 5 éves élettervet, vagy egy 10 évest, vagy hát olyan fiatalok vagytok, hát bátran csináljatok 20-30 éves életterveket. De gondoljátok el, építsétek már föl, merre akartok tartani, nem ám szédelgünk bele a világba, mint a szilfutta levél, hogy csak dolgozunk és összerogyunk. Szóval, hogy van-e valami élet
van-e célod? És akkor itt jön a pszichológiának az a nagyon fontos üzenete. Akarod a hitet, mint egy óriási erőt magadban működtetni? Akkor kérdés, kiben hiszel? Miben hiszel? Kinek hiszel? Minek hiszel? Azt mondom, kinek hiszel? Arról van szó. Hogy vagyunk mi egymással? Van-e bizalmam? Hiszek-e magának? És ha az a tapasztalatom, hogy megbízhatom magában, akkor hiszek magának. És az a hitképesség magával való kapcsolatomban működik. És ez így van. Kiben tudunk igazán bízni? Nehéz világban élünk, sok átverés közepette, sok rossz tapasztalattal, sok negatív energiát tapasztalunk, de biztos van mindenkinek olyan, akivel olyan az érzelmi kapcsolata, hogy azt mondja, szeretlek, és ezért hiszek neked. Hiszek benned, hiszek neked. És akkor itt jön az, amit Viktor Frankl, aki megírta azt a könyvet, biztos többen olvastátok, egy pszichológus, aki túlélte a koncentrációs tábort. Viktor Frankl írta, az alapkérdés a következő, hogy túléljük, életben vagyunk-e, nem csak életben, életminőség is van, hogy egészségben vagyunk-e, kiért élsz? Miért élsz? Na, tedd fel a kérdést. És míg a kérdést nem teszed fel, hogy magadnak szögezd, hogy kiért élsz, miért élsz? Hát most, ha én nem tudom, hogy kiért, meg miért, akkor most mit csináljak már ezen a világon? Merre tartsak? Hát csak valakiért, igaz? Csak valamiért élünk. Vannak céljaid? Ne felejtsd el. Építsd meg az életed célrendszerét. És találd ki magad, találd ki, mit akarsz elérni. Igenis, tedd be a fejedbe, mert ezzel izmosítod a te hitrendszeredet. Nézd, ha egy izmot nem működtetsz, az elsorvad. Inaktivitási atrófia. Nincsen hitrendszer benned eléggé a te saját személyes és szeretteidnek, a családodnak az életével kapcsolatban. Nincsenek, dehogy is nem. Kiizmosítottad őket eléggé? Vagy átadod magad a jelenkor pofozó mindennapjainak, amelyik mindig behúz neked egyet, hogy ez se megy, az se megy, amaz se. Hát mi végre van nekünk ilyen erőnk? Izmosítsd a hitrendszeredet, azt az erőrendszert, amivel azt mondod, ma kaptam, jót behúztak nekem, kaptam egy rossz hatást valahonnan, kaphatunk, nem fizikairól beszélek, akár, arról is csak minden ér minket, de azt mondod, nem baj. Illetve túlélem. Azt mondod, tehát küzdésre állítod be magad. Meghúzod azt a gondolati és képzeleti vonalat, ami a jövőbe a céljaidra irányul, és nem teszel le a céljaidról. És azt mondod, meg kell, hogy valósuljon. Mi például, hogy maradjunk együtt szeretetben a családban, hogy a gyerek elvégezze az ezt-azt, az iskolát, vagy én most nem tudok helyetted kitalálni dolgokat, de hisz ez a pláne, hogy te meg tudod tervezni a saját életedet. Na most azt mondja a pszichológia, akkor hát megvan egy olyan erőteljes bázis, mert ez a hit, amit te így tudsz erősíteni, hogy edzed lényegében, fölfogható úgy is, mint a lelki embernek a csontozata, amire a reménység adja, teszi rá az izomzatot, azt a reménység, amivel minden reggel fölébredsz, és azt mondod, hogy tudom, hogy meg fog valósulni, tudom, hogy úgy is sikerülni fog, tudom, akármi történik, tudom, hogy én ezt megcsinálom. Mert én ezt keresztül akarom vinni, én ezt, és beteszem a küzdő erőimet. Vagyis elkezdi a reménység, egy Teréz Benedikt nevű pszichológus egyenesen azt mondta, nem jó szó a reménység, reménykedés. Mert hogy minden nap újra fölébredsz már ezt a reménységet, hogy amit te ilyen fontos célokra, ilyen fontos tervekre helyezel, már meg kell, hogy fogalmazd. És fogalmazd meg bátran csak, megfogalmazni, az a fog szó, megfogni, megragadni. Benne van ám, csak amit így megragadsz, megfogalmazol, amit te magadévá teszel, úgy mondjuk tudatosítod. Amit tudatosítasz, ebből lesz az az erő, amit a mindennapos reménykedés tud aztán táplálni, erősíteni, újra táplálni. Mint tudjátok, hogy Kopp Máriának, akit végtelenül szerettem és becsültem, a magyarországi egészségvizsgálatai is kimutatták, hogy 10 éves olyan életterv, hogy beszéltem nektek róla, a tavaly előtti előadásomban említettem ezt nektek, mikor még ez viszonylag közelebbi volt a kutatás eredeti idejéhez, de hát ez elévülhetetlen, mert ez egy örökös üzenet, mert ugye miről is szól, hogy voltak olyanok 6700 valahány magyar polgár, ugye a élettervek jövő, mennyire érzi az illető koherencia, így nevezte Kopp Mária, hogy képes az életét kézben tartva tervezni, jövőképet alakítani,
és akkor 10 éves távlatba vizsgálta 10 évvel ezelőtt, és akkor nézte, hogy 10 év alatt hova jutnak az illetők. Most aki meg tudta fogalmazni, aki ilyen határozott, hogy persze, ez meg úgy gondolom, hogy az életemet kézben tudom tartani, hogy van annyi lelki erőm, van annyi erőm, hogy meg tudom tervezni az életemet, jövőképen van, és erre rá tudom tenni magam. A kontrollvizsgálatokban 10 év múltán senki nem halt meg ezek közül. Figyeljetek, senki. És a szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók és depresszió abban a csapatban tarolt, ahol viszont azt mondták, ugyan, hogy lehet már ilyen kérdéseket föltenni, hogy mi lesz velem X idő után. Ki tudja ezt, meg csak álmodni sem mertek. Örüljünk, hogy élünk egyik napról a másikra. Húzzuk össze magunkat kicsire, aztán majd csak valahogy lemegy az élet. Na most nem arra való az élet, hogy végig morsoljuk. Egyébként meg még egyet szeretnék, ha már így, hit, reménység témájában meg kell fogalmaznunk, mi hogy vagyunk ezzel. Mert nézzétek, lehet itt előadásokat hallgatni akármiről is. Ha te ezután nem teszed föl magadnak a kérdést, és te saját magaddal nem dolgozol, akkor egyik füleden be, másikon ki. Tehát igen-igen fontos, hogy te magadnak feltedd a kérdést, hogy vagy te az életeddel. Kiért élsz? Miért élsz? Mik a céljaid? Mik a terveid? Mit szeretnél megvalósítani? Elég izmos, határozott ez, hogy megmered fogalmazni, akkor azt kérem tőled, merjed megfogalmazni. Mert a tapasztalatok, meg a kutatások, ugye követéses vizsgálatok mind azt mutatják, a Harvard Egyetemen is a világhírű kutatás azt igazolta, pedig az 25 éves távlatban nézte meg, hogy azok, akik nem, akik pesszimisták, meg nem csak hogy borulátok, hanem egyáltalán ezekkel az erőkkel egyáltalán nem rendelkeznek, és nincs élettervük, nincs jövőképük, azok hamarabb meghalnak. Mert nincs az a fő mozgató erő, ami mint a gondolat, hogy hányas számra koncentráltál. Láthatod, hogy te magad is majd fogod tudni ellenőrizni, hogy a gondolat leparancsol a testedbe, a test meg szolga. És megcsinálj, arra van szükség, hogy 10 év múlva te hol legyél, akkor a te egész fizikumod, egész szervezeted, egész valód a szolgálatába áll a te elmédnek. Mert hisz ez a személyiség, aki te vagy, ez egy oszthatatlan egész. És nyilvánvaló, hogy ez a rendszer úgy működik, mint egy hatalmas zenekar, amiben minden muzsikus a helyén muzsikál, és nyilvánvaló, hogy kell egy olyan, hogy főparancsnok legyen, illetve karmester legyen, és még azt is nyilván tudod követni, hogy az egészség bizonyos szempontból az őssejtjeinkig programozott ritmus, harmónia. Helyén muzsikál az minden szervünk, vagyis olyan a pulzusod, egészséges 72 körüli, a vérnyomásod 120/80 körüli, és itt megvannak az egészségzónák. Ezek azok, amik azt jelzik, hogy a te szervezetedben nagyon jól veszi a központi utasítást a szervezeted, minél inkább hiszed, hogy meg kell csinálni valamit, meg kell valósítani hittel és odaadással. Ez nagyon fontos, mert lassacskán eljutunk oda, mert mikor fölteszem neked a kérdést, kiért élsz, miért élsz? Hát milyen egy világban élünk már most? Nézzetek már körül, egy durván egoista világban, egy olyan individualista világban, ahol állandóan azzal tömik a fejünket, amitől nem leszünk egészségesebbek, hogy csak legyen neked jó, mert megérdemled, törődj te magaddal, csak magaddal, fütyülj arra a másikra, kioltják a genuin altruizmust, azt, amit magunkkal hozunk sejtjeinkbe plantált, de hát ez még a fejlettebb, magasabb rendű élőlényeknél is ott van, hogy a fajtársakat, hogy ápolják, gondozzák, vigyáznak rá. Mi meg már elmegyünk például egy súlyos bajba jutott ember mellett érzéketlenül, mert van rá bizonyíték, hogy ez van. Érzéketlenné válunk. Vagyis valami olyan, ami az embertársi kapcsolat lényege, nem tudsz meglenni nélkülem, én se te nélküled, egymásra utaltak vagyunk. A kölcsönös egymásra utaltság törvénye, ugye Csányi, a világhírű etológusunk mondta, ha elfeledkezünk a kölcsönös egymásra utaltság törvényéről, vége van. Egy kultúrának vége van. És közben meg állandóan az a letetnek, hogy tulajdon, legyen neked ezed azod. Mi meg gyűjtögetünk tényleg, mint a hangya, vagy nem tudom milyen hasonlatot találjak, mindegy. De kinek gyűjtöd, minek gyűjtöd, kinek halmozod, minek halmozod? Valószínűleg viszed magaddal a tudja Isten hova. Na szóval csak gondold el, mire gyűjtesz, kire gyűjtesz, mit érdemes gyűjteni. Vagyis, hogy mit is érdemes gyűjteni? Emberi kapcsolatokat, szeretetet,
Miért? És akkor most térjünk már rá arra, mikor te arra a kérdésre válaszolsz, hogy kiért élsz, miért élsz, bizony eszedbe jut, hogy kiért, miért. Igaz? Akit szeretsz, akihez tartozol, az, aki neked érzelmeket tud adni. Emlékeztek, ugyancsak vissza kell utalnom így korábbi előadásaimra, boldogság pszichológia egyik fontos tétele, hogy van-e valaki, akinek te vagy a legfontosabb. Szükségeltségi szükséglet. Még így szoktam is viccelődni, hogy milyen egy buta kifejezés, de hát ez van. Arról van csak szó, ilyen furcsán van megfogalmazva, egy Amerikában szakadt magyar fogalmazta ezt meg. Arról van szó, hogy szükségeltségi szükséglet, hogy te rád valakinek olyan szüksége van, és ez minden módon kifejezi. Nélküled nem megy. Kérlek, segítsél, állj mellém. Gyerekettől megkaptad-e már ezt a kérést, miközben reumával küzdöttél, vagy nem tudom micsoda. És akkor azt mondja neked a gyereked, de édesanyám, vagy mama, kérlek, segíts már, nem tudok nélküled. Nem megy, látod, nem megy az élet, itt szétesik az életem, segíts már. És akkor tudjátok, hogy mi mit csinálunk a reumánk, meg mindenünk közepette? Hogy elfeledkezünk a reumáról. Meg egyszerre csak, jaj, de nem csak, hogy te feledkezel el a reumáról, hanem mi feledkezik el? Az agyadból megy rögtön. Ez az utasítás, hogy összeszedni magad. Összeszedni magad. Neked élned kell, neked egészségesnek kell lenni, erősnek kell lenni. Ha van, kiért élned, és ezt minden módon ki is fejezed, vagyis gondozod a kapcsolatot, ápolod és adsz. És egy fontos dologhoz jutottunk el, az adáshoz. És nagyon kérlek, hogy csak elmélkedjetek rajta. Én nem kívánom, hogy nekem bárki higgyen, de a saját tapasztalatodnak kérlek, higgyél már. Hogy úgy van ez, hogy azt mondja a pszichológia, egy Erik Erikson nevű kutató után egy Marcia nevű spanyol kutató foglalkozott az úgynevezett identitás kérdéssel. Ki vagy te a világban? Honnan jöttél? Merre tartasz? Mi a filozófiád? Kiért élsz? Miért élsz? Ezek nagyon fontos dolgok, hogy megfogalmazd, hogy ki vagy te ezen a kerekföldön. És te hogyan, kinek, minek tartod magad, és ők azok, akik a kutatásukkal igazolták. Három dolog van, hogy kérdezd meg magad, de kérdezd meg magad. Igazán érett felnőtt vagyok? Mindegy, hogy hány éves vagy, bocsáss meg. Mindegy, hány éves vagy, tedd fel a kérdést, és válaszolj. Felnőtt az, érett személyiség az, aki tud elköteleződni, felelősséget vállalni, és tud adni. Nagyjából 20 éves korunkig szüleinktől, környezetünktől csak kapunk. És átfordulunk a fiatal felnőtt korba, innen kezdve az a dolgunk. Az az érési folyamat parancsa. Légy szíves most már, tanulj meg te adni másnak. Így alapítunk családot, így köteleződünk el, így házasodunk meg, vagy így veszük el feleségül. Elköteleződünk, és nem félünk a felelősségtől. Vagyis elköteleződés, felelősségvállalás, adás, ez azt jelenti, hogy beértünk oda, éretté váltunk, hogy tudjuk tovább vinni az életet. Mert ugye ez is egy óriási dolog, hát a filozófusok is szüntelenül annyi filozófiai iskola van már, mint az égen a csillag. Mind meg akarja nekünk fejteni ezt a dolgot, hogy miért élünk, meg egyáltalán hogy van ez az egész az élet. És akkor mindegyik végül is oda konkludál, ebben van egy valamilyen konszenzus, egyetértés, hogy az élet, amit te se kértél, én se, de kaptuk. Ez van, vagyunk, igaz? Most már ezzel kell gazdálkodni, amit kaptunk. És hogy miért is? Na miért? Van olyan, ami neked is érvényes, nekem is érvényes, minden emberfia számára érvényes, hogy miért élsz. Azért, hogy tovább vidd az életet. És valójában bármilyen hitrendszerem vagy, van örökké valóság, mert amikor gyereket nemzel, vagy gyereket szűsz, a te gényeid halhatatlanok. Akkortól kezdve tovább megy örök életű a te génedben a te lényed. Hogy milyen módon, hisz most már a transzgenerációs átörökítésről is, hát könyvtárnyi irodalom van, amelyik arról szól, hogy generációról generációra gének közvetítésével hogyan mennek át bizonyos dolgok. Meg nem szünteted azt az életet, amit kaptál, az tovább megy. Vagyis mi a mi közös célunk, és mi végre élünk? A mi közös emberi feladatunk az élet tisztelete, szeretete, szolgálata, védelme. Jó az, ami ezt szolgálja, itt a választóvonal, rossz az, ami életellenes, ami árt az életnek. Az életnek, de az azt jelenti, hogy a te életednek is, meg az enyémnek is, meg egyáltalán minden életjelenségnek. Tehát akkor, hogyha ezt komolyan vesszük, akkor oda jutunk, hogy kell, hogy legyen erre valami energia, mert hogy jó, hogy te tervezel,
és hogy előre tekintesz, és hogy azt mondjuk, igen, hát meg tudom tervezni az életemet, el tudom gondolni, hogy majd ezem lesz, azom lesz, és mondjuk egy ilyen konzumizálódott kultúra parancsa szerint megfogalmazod, hogy kell neked egy ilyen autó, meg olyan, nem tudom én, ház, meg akármicsoda, kinek kell, neked? Neked személy szerint, neked a Ford Mustang, vagy az Isten tudja mi? Neked személy szerint? Ki fog benne ülni, és kinek ki fog örömködni benne? Mi végre van ez? Tehát kiért, miért tetted? Ha öncélúan tetted, önmagadért tetted, bármi a terved, ha te magad fényesítésére használod, az nem hoz olyan örömöt, ami azt parancsolná a te agysejtjeidnek, hogy rajta, és tessék fönntartani ezt, és erősítsd az életet. Ezért látunk sokszor olyasmit, mert te is látod, nyilván én is, hogy bizonyos nagyon jó helyzetet elért, és sok mindenféle ilyen nagyon, hogy is mondjam, anyagi vágyát, materiális vágyát megvalósító ember. Különösen életközépen, 40 éves kor körül, mikor fordul a fejlődés egy nagyon érdekes irányba, ilyen önelszámoltatás kérdései irányába. És akkor egyszer csak azt látjuk, ahol boldogtalan szegény, ma azt se tudja, most mit csináljon már, merre tartson ebben az életben. Na most már ide eljutott, én hallottam ilyen mondatokat, mint depressziós pácienstől hallott mondat, hogy nincs én nekem már miért élnem. Miért éljek már? Na itt vagyok, nincs célja az életemnek. Ez a robot? Ez, hogy minden nap ugyanazt csináljam? Nem akarok már még pénzt se keresni, képzeljétek el. Hát bizonyos szempontból, ha belegondolsz, azt mondod, de boldog ember, hogy már pénzt se akar keresni. De közben meg tényleg úgy van, hogy kiderül, hogy ez csak egy olyan materiális eszköz a pénz, ami akkor boldogít valóban, hogyha te tudsz adni. Hát nem tudom, miért nem jut az eszembe a neve soha annak a... Bill Gates, megvan. Bill Gates, érdemes volt panaszkodni, hogy nem jut eszembe a neve. Bill Gates például, ismeritek, hát tudjátok, hogy nagy fenomén, egyszer egy napon azt mondta a feleségének, én tovább nem akarom azt csinálni, amit eddig csináltam. Elkezdte a vagyonát szépen összes hasznát, mint azzal tölti napjait, azt mondja, azóta vagyok boldog. És szépen jótékonyság, alapítványok ad, és azóta egészséges és boldog. És azt mondja, tudja mi a kulcs. Most nem mindjárt vagyunk Bill Gates, osztanánk mi is, bőségesen adnánk, igaz? Remélem. De hát nekünk magunkra kell, meg a szeretteinkre kell gondolni. És azt mondjuk, amink van, kinek adjuk? Kinek adod? Na most itt ülnek velem korú nagymamák. És tudjátok, ezt most csak zárójelben mondom, talán szabad nekem kicsit hazabeszélni. Átéljük azt az örömöt az adáskor, ami az egész napot be tudja fényesíteni. Hogy az a kicsike látod az örömöt a szeméből visszacsillogni, hogy kedvébe jársz, vagy szeretetet adsz, tudod. És így vagyunk ezzel a szeretettel. De oda akarok kiukadni, hogy végül is minden bizonyíték amellett szól, hogy meg tud tervezni az életet, hogy legyen kedved, legyen célod, hogy legyen valami olyan, ami aztán segít neked abban, hogy ezeket a képességeket, a hitet, a reménykedést tudjad működtetni, ott van a szeretet. Tehát oda jutunk szeretet nélkül. Hát... ha angyalok nyelvén szólnék is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lészek, mint a zengő érc és pengő cimbalom. Nem akarom tovább, ez egy bibliai idézet. Van, akinek fontos üzenet, akinek nem fontos üzenet, annak is csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen van szimbolikus nyelven megfogalmazva az, amit ma a tudomány egész pontosan, és ilyen nyílt és kendőzetlen módon eléd tár a szeretet kapcsolatok. Kit szeretsz? És hogy téged ki szeret. Egy nagy példázatot szeretnék elmondani, ha bárki kételkedne abban, hogy a szeretet, hogy te fontos vagy valaki számára, életben és egészségben tartó erő. Néhányan közületek már biztosan hallotta ezt a nagyszerű történetet, ami engem is nagyon megemelt lelkileg. Egy idős otthonban, hát Franciaországban, Párizs közelében várták szegény idősek az elmúlást, hogy úgy mondjam. Szóval sokan haltak meg, és ez egy probléma volt. Pedig hát nagyon jó viszonyok között éltek.
ott egész közel ehhez az intézethez volt egy fiú nevelő intézet, javító nevelő intézet, ahol a pszichológus teljesen oda volt, mert nem tudott mit kezdeni ezekkel a vadakkal. Tudjátok, a szeretetében megcsalt embernek, különösen egy fejlődő kis fiatalnak úgy kellene a szeretet, az elfogadás. Nem kapják a gyűlöletbe fordulát. Nem közöny, gyűlölet. Szóval ezek törtek, zúztak, romboltak. Mit csináljon? Ez a pszichológus kigondolta a következőt. Kérte ezeket az időseket, akik ott morzsolgatták napjaikat és vártak. Isten tudja, mire tán tényleg a halálra, de minden esetre nem voltak valahol olyan magaslaton, lelkileg sejthetitek, hogy segítsetek már, süssetek süteményeket, ezt-azt, csalogassátok be ezeket a gyerekeket, szóljatok neki. Ugye, aki itt ül, mindenki tudja, hogy etetlek, szeretlek, ez ugyanaz. Etetlek, szeretlek, szeretlek, etetlek. Jegyezd meg jól, akit te etetsz, szeretet kifejezés. És hogy igazat mondok, gondolj arra a reflexre, valaki jön hozzád, leülteted, foglalj helyet, mivel kínálhatlak? Na mondjad már, hogy miért mondod ezt, mivel kínálhatlak? Azért, mert valahogy tényleg úgy van, hogy benn van a kultúránkban, de ez nagyon mélyen beégett, nem csak egy kulturális rítus, de ez egy szeretett csatorna, szelidítési is, úgy mondhatnám. Volt egy nagyon tudós, bölcs nagymamám, aki mikor nagy balhé volt esetleg otthon, hát, tudjátok, férfi ember, hirtelen haragú, mond nagyokat, kiabál, stb. Mindig csak odafordult édesanyámhoz, és mondta, lányom, etesd a bestiát, csak ennyit mondott, etesd a bestiát. Szóval ugye, szelídítés, a jól tartás, mindegy, most már elnézést, hogy mondtam ezt a konkrét példázatot, de tényleg úgy van, hogy mikor etesz, szelídítesz. Ezért mondjuk azt, hogy mikor olyan dúl a vihar a világban, hazamegyünk, visszük haza rengeteg feszültséget, üljünk már le együtt, és próbáljunk meg együtt egy kicsit táplálkozni, enni valamit. Mindegy, csak együtt legyünk, beszélgessünk. De most nem akarok eltérülni a kísérlettől, még majd ezt is elmondom, ez egy doktori disszertáció eredménye, amit majd még elmondok. Na minden esetre talán nézzük meg, mi történt az idős otthonban. Sütötték a nénikék a süteményeket. Gyerekek jöttek először szorványosan, aztán már vetélkedve. Bocsánat, ő nekem süt süteményt, neked nincsen ehhez között, ő nekem süt. Szóval oda kötődtek. És akkor szépen megvolt, hogy kapták a süteményt, ezt-azt, ételeket. Igen, de beszélgettek is, volt idejük. Bőven az időseknek boldogok voltak, várták már, hogy jönnek a gyerekek, és akkor hát maradj itt egy kicsit, hát csináld meg itt a feladatodat. És akkor itt üldögélek én. Ismeritek Exupéry kis hercegének a történetét, hogy tégy engem a barátod, támogja a róka, mit csináljak? Csak gyere el, csak legyél itt. Nem kell ehhez nagy szöveg. Minek a sok szó? Ott üldögéltek, és hát persze nem tudok én gyerekem ehhez hozzászólni, ugye ilyen tudományos dolgok, vagy nem baj, nem erre van szükség. Tudod, mire van szükség, hogy ott vagyunk, ott ülsz. Na, a gyerekek beszoktak, és annak arányában, ahogyan lett ilyen tiszteletbeli nagyszülő, nagymama, nagypapa, tiszteletbeli, hát már így mondom, család, a gyerekek egészen megváltoztak. Ezek a gyerekek szocializálódtak. Kapták azt, amit minden normális emberi kapcsolatban kap egy gyerek. Kapták az odafigyelést, az etetést, a szeretetet, az időt, a minőségi időt, ugye, ahogy szoktuk mostanság mondani, hogy ott vagy, jelen vagy, és rájuk figyelsz, ez a minőségi idő. Mikor nem jelen vagy, megkérdezed, na mi újság az iskolában, azt mondja, a gyereket semmi, és tényleg nincs kedve elmondani, mert nem vagyunk a minőségi időnek, az odafigyelésnek a helyzetében. A történet azért megható, mert az idősek részéről óriási bizonyíték, fél év leforgás alatt senki nem halt meg ebben az idős otthonban. Mikor megcsinálták az összehasonlító vizsgálatot más idős otthonok lakóival, hát ők a csúcson voltak, olyan jó egészségi állapotban voltak. Mi történt? Nem kaptak se több vitamint, se nem tudom mit. Életben tartó vitamint, szeretetet tudtak adni és kapni. És ez maga ez a tény volt, kiért élni? Kiért élünk? Miért élünk? És aki tudja, hogy kiért él, miért él, mint Viktor Frankl mondta, minden nehézséget elvisel. Sőt, az egészségi állapot miért marad karban? A test milyen üzeneteket kap?
hogy maradj erőben, dolgod van, feladatod van, és ez valóban be is következik, hogy ezek az erők lábra kapnak, jobb lesz az immunrendszer, védettebb lesz a szervezet, és erőt kap a lélek. A lélek erő. Mi az, mondjátok, majd lélek erő? Az a fajta életakarás, amit én már a magam átfogalmazásában életbátorságnak is nevezek. Mert sokszor olyan bátornak kell lennünk. És azt mondani, hogy nem baj, akármi történik. És valahogy egy kis ellenállással és daccal is az életünkben. Nem hagyjuk magunkat. És ne hagyd az álmaidat. És ne hagyd a terveidet. És ha szeretsz valakit, fejezd ki a szeretetedet. Mert gondolj bele, minden szeretet kifejezés, amit te adsz, teljesíted, nem csak, hogy érett felnőtt vagy, aki adni tud, de egyben olyan ajándékot kapsz ebből a kapcsolati dimenzióból, ami által te is egészségesebb leszel. És hogy amikor csak visszautalólag a placebo effektussal kapcsolatos vizsgálatokra, ugye mindenfélét agyon vizsgáltak benne, hogy aki ad, az szugerál, szóval az valamilyen oda bűvöl, hogy mond valamit, ez lenne, ami hat. Vagy az lenne, ami hat, ami te benned, vagy bennem van, hogy fogadjuk azt, tehát az én oldalamon lenne a döntő hatás. És hogy mi, hol van a kulcsa ennek? Hát ott tudjátok, hogy hol van a kulcsa, vagy a szerben van abban a bizonyosban, azt meg tudom mérni, hogy a szer milyen hatékonyságú vérvétel, meg tudom a vérszintet nézni a gyógyszerrel, nincs probléma, azt meg tudom mérni. És akkor kiderült, hogy a gyógyszer magában annyit hat, amennyit. De ez soha nem 100%-os hatás. Volna neki 100%-os hatása, elvileg, értitek. De levesz a hatásból a nocebo, és egyben a hatáshoz, ugye megvan a saját hatásköre, az működik. Működik akkor, és fölemeli a hatást, hogyha rátevődik ez a bizonyos, és itt a lényeg kapcsolati dimenzió. Vagyis se itt, se ott nincs a kulcs, hanem abban a mezőbe van, a kettőnk közti mezőbe, amiben én és te olyan kapcsolatban vagyunk egymással, hogy én megbízom benned és hiszek benned, te megbízol bennem és hiszel bennem, és mindketten megbízunk abban, amiről éppen szó van. Megbízunk abba a gyerekbe, akiről éppen szó van. Nem mondod, hogy ez egy elfusserált gyerek, nem mondja a másik, hogy de nem igaz, mert ez egy tökéletes gyerek. Most nem szeretném, de át tudod fordítani képzeledbe, hogy milyen dolgok vannak, hogyha közös a hitünk, összetartunk, ugyanazt gondoljuk, és hogyha ezt így közvetítjük egymásnak, micsoda erőket tudunk mozgatni magunkban. És hogy akiről szó van, amiről szó van, mennyire szolgálni tudjuk azt, legyen szó a gyógyszerhatásról, legyen szó a harmadik szeméről, legyen szó az egészségről, amiről a dolog vita, vagy nem tudom én, egymással való konzultáció folyik, abban is óriási a közös ható erő. És így mondhatjuk el, hogy a hit, a reménység és a szeretet hármasa valami olyan fontos pillér az életünkben, ami nélkül depressziósak vagyunk, életuntak vagyunk, nincs életcélunk, nincs életakarásunk, nincs életbátorságunk. És ide elmondanám Seligmannek, egy világhírű kutatónak, akinek a nevéhez fűződik, a depressziónak a viselkedés pszichológiai magyarázata. Tehát nem a biológiai, van biológiai magyarázat, sokféle magyarázat. Ez a viselkedés szempontú magyarázat. Ő nem akart ilyen redukcionista ember lenni, hogy az állatkísérletek eredményeit áthozza, de kézenfekvő volt és átkínálkozott, hogy amit ő kísérletezett, az emberre is érvényes lett, és ezt ellenőrizték. Arról volt szó, hogy kutyákat ketrecbe rakott, lezárta az ajtókat és áramütéseket adott a kutyáknak. Természetesen menekülőre fogta magát, a kutya menne jobbra-balra, nem tud kimenni. Egy bizonyos idő után az állat fogadta úgy az áramütést, hogy kucorgott a ketrecének egy bizonyos részében, többnyire sarkában, várta az áramütést. Jött, nem csinált semmit. Erre kinyitották a ketrec ajtaját. És gondolták, jön az áramütés, hát reflex, életreflex, hát élni akar, menekül. Nem menekült. Egy bizonyos csapásszám után, mikor jobbra mégy, balra mégy, ezt próbálod megoldani, azt próbálod megoldani, ez sem megy neked az életbe, az sem megy, kapod a csapásokat, az áramütéseket idézőjelbe, persze. És nem tudod megoldani. Mit csinálsz? Leülsz és azt mondod, nincs már mit tenni. Vége. Nincs. Kihez menjek? Mihez menjek? Kihez forduljak? Ki segít rajtam? Nem tudnak rajtam segíteni. Egyedül vagyok, szerencsétlen vagyok. Vége. És ez az, ami egy olyan, mindentől elszakadunk,
Hátra nézünk a múlt felé. Hát minden keserves vergődés volt eddig is. Így menjek tovább. Hát nincs értelme. És gondolom, hogy szövöd a gondolatokat, és biztos ismersz depressziós embereket. Hát ennek a bűvkörébe esnek be. Miért? Mert nincs az a belső felismerés, hogy mi emberi lények, már bocsánat, nem olyanok vagyunk, mint az eszement állat, illetve az ösztöneivel élő állat. Nekünk van egy olyan képességünk, amit a hívő ember nyugodtan mondhatja, mert a spirituális pszichológia azt mondja, a végtelenre nyitott kogníció, így nevezik, bocsánat, ez a hivatalos neve, végtelenre nyitott kogníció. Be vagy te zárva jobb, mint erre sem edz, arra sem edz, bocsánat, fölfelé még mindig tudok menni. És akkor megy fölfelé. Aki tud, megy fölfelé. Aki nem tud fölfelé menni, bocsánat, annak is van kiútja. Mindenki hívő, szeretném elmondani. Van, aki ateista hívő, az is csak gondolj bele, hogy milyen hitrendszer, ilyen szilárd. És nagy győződéses, persze. De hát az is csak szeret élni. És nyilvánvaló, hogy bárkit megkérdezek, szeretsz élni, akarsz jól élni, akarsz jól élni, mert szeretsz élni, akarsz-e jól élni? Hát persze, hogy mindazt válaszoljuk. Természetes, igen, és én akarok jól élni, és nagyon szeretnék. Na akkor mondjad, már kin múlik. Majd hozza valami csoda az életedbe. Olyan lesz az életed, amilyet csinálunk magunknak, amit csinálsz magadnak. Keresd meg, kit szeretsz, kinek van rád szüksége. Kinek van rád szüksége? És tanulj meg adni. És ha már adtál, valamire szükséged van neked? Na akkor add már azt a másiknak. Múlt században mondta Carl Gustav Jung. Ha valamire szükséged volna, ne hidd már, hogy leesik, lepottyan az öledbe. Kezd el adni ugyanazt másnak. Te olyan hamar megkapod. Pont azt, amire neked van szükséged. Ehhez ki kell nyitni a szívünket, és adni önzetlenül a másiknak. Az altruista viselkedés önjutalmazó hatású, mert immunstimuláns. És meg, ha te tudsz adni, és önzetlenül adni, akkor a te immunrendszered hozza ezt a biológiai hatást, hogy jobban leszel. Már bocsáss meg, szereztél már örömöt valakinek? Láttad a szemén az örömöt? Képzeld el, hogy ez, ami rád visszasugárzik, ez beindítja a te szervezetednek ezeket a tovább éltető erőit. Hát így hatunk mi egymásra, emberek. És ezért mondom, a hit, a remény és a szeretet óriási jelentőségű, és akkor azt mondod, jaj, már most olyan módon élünk, hogy csináljam már meg úgy az életemet, hogy egy kicsit jobb legyen, tervezd meg az életedet, te tűzd ki távlati célokat, csinálj legalább 10 éves élettervet, gondold el, hova szeretnél jutni te és szeretteid, tedd fel a kérdést, kiért élsz, miért élsz, próbáld meg beállítani magad arra, hogy adsz szívesen, meglátod, sokkal többet fogsz kapni, mint úgy, hogy csak magadra gondolsz is, csak nekem legyen nekem jó, mert én megérdemlem, de ezzel nem sokra megyünk, az az igazság. De ha tudsz adni, rögtön kifényesedik az élet. És elmondanám, amit megígértem, hogy mondok, tudjátok, a doktori disszertáció, csak annyi mindent akarok elmondani, de nem felejtem el, szóval visszatérek hozzá. Ugye egy debreceni egyetemi pszichológiai doktori disszertáció egy olyan témát dolgozott föl, hogy bizony megmondom nektek, egy picikét restelkedve mondom el, rom magától értetődőségekről van szó, amit tudományosan igazoltak. Szóval azt nézte meg ez a kis nagyon ügyes doktoranda, hogy olyan családokban, ahol megvan ez a bizonyos természetes egymásnak adott idő, szeretet, együtt tesznek, rítusa van annak, hogy egy héten egy párszor legalább együtt tesznek, szeretgetik így egymást, tudjátok. És ne felejtsd el, ha eszünk, rágunk, megrágjuk a gondokat, szétharapod az étellel együtt, egy sor olyan feszültséget szétharapdálsz. Hát rágjad, és közben miközben el is mondod, közben meg is rágsz egy csomó feszültséget, ezt el ne felejtsd. Na szóval, családi kultúra, milyenek azok a családok, milyen egészségi állapotban vannak, de egyenként is csináltak komoly objektív vizsgálatokat, és azt nézte ez a kis pszichológusnő, hogy lehetne a családi megküzdő erőt, hogy van egy probléma, hogy oldja meg az a család, amelyiknél vannak ezek a rituális, hogy együtt teszünk, kérdezzük egymást, beszélgetünk, és így tovább. És a minden nagy ünnepet, de névnapot, de születésnapot, mindent megünnepelnek. Igaz, hogy van egy kis eszem-iszom, igaz, hogy van egy kis
néha a súly, fölösleg, hogy az ide tartozók kicsit magasabb súlycsoportba tartoznak, nem baj, mert mi derült ki, hogy sokkal egészségesebbek azok, akik ilyen rítusokat követnek, egyénileg is egészségesebbek, és a családi megküzdő erő úgy mondjuk szignifikánsan, vagyis bizonyíthatóan sokkal jobb, ha van valami baj a családban, akkor sokkal jobban összetartanak és megoldják, mint azok a családok, akik azt mondják, na már elég ezekből az ünnepekből, meg már ezek, hogy ajándékozását agyamra megy, hogy már csak idegeskedem, meg hogy jön az a karácsony, tönkre megyek már, hogy akkor bevásárlás meg minden, etetem, aztán utána összerogyok. Most nem mondom tovább, de ilyen fajta, szóval, hogy félti magát az illető, meg úgy gondolja, hogy azt majd tönkre teszi, hogyha így másnak örömöt szerezve süt, főz, bevásárol, stb. Mert nem tudja, de csak azért, mert nem tudja, hogy közben pont ezen közben fényesedik a szív, hogy tudod, milyen jó lesz, mikor ott megeszik azt a nem baj, ha kirepett a beiglit. Szóval most komolyan. De hogy nem érdekes, közben meg azon idegeskedünk, hogy jaj, most ki fog repedni a beigli. Nem érdekes, az az izgalom is pozitív izgalom. Hát van EU-stressz. EU-stressz az, mikor jó. Már örülsz annak, ami történni fog. Nem baj, hogy izgulsz. Na, röviden mondom, most már kapom a jelzéseket, hogy vége a dolognak, és be is fejezem, de elmondanám, és erre eszmély, hogy azokban a családokban, ahol még olyan is van, hogy elutaznak, na elég, és elkezdett szokás lenni, hogy elutaznak, és akkor nincsenek együtt abban a meghittségben. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjam, mit csináljak, hát muszáj megmondanom. Most akkor én ott tapsoljak, ahová nem való a taps. Nem tudok azon örömködni, hogyha valaki arra gondol, na akkor most már én elmegyek, és valahol máshol fogok pihenni, pedig elhiszem, hogy fáradt, és fejet hajtok előtte, hogy fáradt. De a közösségi alkalmakat muszáj megőrizni. Akkor találjon ki valami olyat, hogy odautaznak el, hogy együtt síznek, együtt esznek, együtt nem tudom, de együtt vannak. Mert az együttes élmény egészségben tartó. És hogyha belegondoltok, mi végre születtünk, hogy tovább vigyük az életet, milyen életet viszel tovább. Egy pszichikusan sérült gyereked lesz majd, mert nem tudod neki adni azt, ami élettáp, a szeretet, az együttlét, a közösség, a családi élet melege. Hova megyünk már? Milyen élet felé megyünk? Tehát csak azt tudom mondani, mindenki csak saját maga számoljon el azzal, hogyan él, hogy gondolkodik. Én meg hozom, minden évbe hozom erre a fesztiválra a pszichológia olyan üzeneteit, ami talán egy kicsikét segít nekünk élni. Mert az a pszichológia az igazi, ami szolgál téged, engem, az életünket szolgálja. Hit, remény és szeretet. Remélem úgy indulsz most haza az előadás után, hogy érzed, megteremtheted mindazt, amit ez a három erő biztosít az életedben. És kívánok is mindenkinek életminőséget, boldogságot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Már szaladnom kell.